Sziasztok! Folytatása következik, hogy kerültem Angliába résznek. Ott hagytuk abba, hogy ott hagytam az afroamerikai családot, és hazarepültem Magyarországra. 4 hónapig voltam otthon, elhelyezkedtem, majd összegyűjtöttem egy kis pénzt, és utána megint visszajöttem Angliába. Találtam egy gazdag családot. Ez a család vette meg a repülőjegyemet, minden a megbeszélt szerint ment. Vártak a repülőtéren, és a napi 4 órás meló tényleg napi 4 órás volt. Ez azt akarta, hogy szoba, konyha, fürdőszobatakarítás, plusz vasalás. És ha nem voltak otthon a szülők, akkor otthon kellett lennem a 2 fiúkra vigyázni. 9 és 12 évesek voltak. Itt is heti 70 fontot kaptam, 3-szor kevesebb munkáig. Pár hónapja már náluk laktam, és úgy beszéltem meg a barátommal, hogy ő is ki fog jönni. Felszámoltuk az életünket Magyarországon. Ő keresett a netes fórumokon olyan embereket, akik tudnak segíteni szállás és állás ügyében. 2 emberre szűkítette le a kört, és velük vette fel a kapcsolatot. Az egyik Londonban élt, a másik pedig a Derbyshire-ben. Kérdezte tőlem, melyiket válassza. Én azt mondtam, hogy a londonit. Erre ő Derbyshire-t választotta. Eljött az idő, hogy kijöjjön, felszállt a repülőre. Én rendeltem egy taxit neki a repülőtérre, névre szólót. És az első 2 éjszakát a családdal és velem töltöttem, majd ezután ment Derbyshire-be. Már most nekünk fizetni kellett azért, hogy munkát és szállást adjanak. A munkáért illegális pénzt kérni itt Angliába. A lényeg az, hogy 3 hónap múlva se adtak neki munkát. Én konyorogtam a pasimnak, hogy menjünk mi el egy munkaközvetítő irodába, és regisztráljunk. De ő várni akart. Mondtam neki, hogy oké. A húsvéti ünnepeket együtt töltöttük a családdal, akiknél lakott, elhozták őt kocsival, és úgy volt, majd jönnek érte 3 nap múlva. Hát nem jöttek. Hiába hívtuk őket, nem vették fel a telefont, amikor nagy nehezen felvették, azzal álltak elő, hogy kilakoltatták őket a házból. Mi nem értettük, hogy mi van, fizettük a lakbért, ott voltak a cuccai a páromnak, azt mondták, hogy még aznap megoldják, és jönnek érte. Már este 5 volt, és sehol senki. A család is kezdett idegeskedni, mert úgy beszéltük meg, hogy csak 3 napig lesz nálunk. Hiába hívtuk őket nem vették fel a telefont, mondjuk mondtuk a családnak is, hogy ilyenkor mi a teendők. Ők annyit segítettek, hogy azt mondták, megveszik a repülőjegyet a barátomnak Magyarországra. Mondtam nekik, akkor nekem is vegyék meg a repülőjegyet. Így megvették a jegyeket másnapra Magyarországra. Mi eközben folyamatosan hívtuk őket, de nem vették föl. Üzeneteket hagytunk, hogy legalább a barátom cuccait adják vissza. Eljött a másnap, a család kivitt bennünket a vasútállomos, és elbúcsúztunk tőlük. Megköszöntünk mindent, amit értünk tettek. Még ez alatt az idő alatt is hívtuk őket, majd nagy nehezen felvették a telefont. Elmondtuk nekik, hogy a reptéren vagyunk, és szeretnénk, ha visszaadnák a cuccait a barátomnak. Erre azt válaszolták, hogy ne zaklassuk őket. Hát könyörgöm, kifizettem a rentet, a számlák, plusz még a számlákat, és kiraktak a házba, mert ők nem fizették a tulajnak a béleti díját. A lényeg az, hogy megfenyegettek bennünket. Még szerencse, hogy személyigazolvány a barátomnál volt, így haza tudtunk utazni. De amúgy semmi ruha nem volt nála, csak ami bejött, meg egy hátizsák, pizsi, zokni, boxer, póló. Úgy volt, hogy csak 3 napot lesz ott, vagyis 2 éjszakát. Szóval kb. 500 forinttal lettünk megrövidítve.
Rengeteg márkás cuccokat, videókamera, útlevél, cipők maradtak náluk. Plusz az is ott volt, hogy mielőtt lerakták a barátomat nálam, még pénzt kértek tőlem benzinre, mert nekik nem volt. Szóval hazamentünk megint Magyarországra, pénz nélkül egy bőrönddel a szüleinkhez, mivel a pesti életünket felszámoltuk. Ez a videó itt ér véget. A következő videóban természetesen folytatom, hogy is jöttünk ki végleg Angliában. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok föl, bármilyen kérdésetek van, kommentbe vagy a lenti e-mail címre írjátok meg. Találkozunk legközelebb, sziasztok!